diaszpóra magyarságának üzenem, jelen esetben Kanadába, Torontóba küldöm az üzenetet, az újonnan alakuló magyar szabad egyetem résztvevőinek, érdeklődőinek. Az egyetem azt jelenti, hogy az egy és a mindenség benne foglaltatik ebben a szóban. Egyetem, egyetemes a magyar kultúrában azt jelenti, hogy a történelmünk, a művészetünk, az államiságunk újból kell, hogy tanuljuk, mert az elmúlt időszakban a diaszpórába szétszórt magyarság, az elszakított részekre került magyarság, de a csonkaországban lévő magyarság is elvesztette ön-én tudatát, elvesztette azt, hogy büszke legyen a magyarságára. Meg kell tanítani gyermekeinket mindenhol a világban, hogy mi nem vagyunk egy népnél sem különbek, de egy népnél sem vagyunk alávalóak. A Kárpát-medencét a Teremtő ránk bízta, ezt a teremtői küldetést minden magyar embernek a világon mindenhol be kell teljesíteni. Azért nagy öröm számomra, hogy 2012-ben, Kanadában, Torontóban sok magyar úgy gondolja, hogy magyar egyetemet kell alapítani, mert ezt a célt csak szervezetten, okos emberek segítségével lehet elérni. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él és élni akar, de magyari módon, tisztességben.